Ennél a kőnél megesküszöm, hogy én és a népem mellette fogunk harcolni a sötétség ellen, ha eljön az idő. Azt hiszed, megrémlünk tőled, Elendil fia Isildur. A világ égni fog. Sauron el fogja pusztítani a királyságaitokat, ahogyan ezelőtt is tette. A szükség órájában hátat fordítottok hát Gondor népének. Légy átkozott, te és a néped is. Soha ne nyugodjatok, amíg eskütöket be nem teljesítettek. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mint tudjuk, nagyon hosszú időn át az emberek többsége nem tudott egyebet adni a másiknak, mint a szavát. Egy eskü, amely egyben átok is. A proféciák, eskük és azok a bizonyos fogadalmak sokkal nagyobb hatalommal bírnak, mint bármilyen varázslat. Természetesen, mint oly gyakran, ismét Numenor bukásával kezdünk, amiről még mindig nem csináltam videót, de eskü a következő az lesz. A történetünk eleje a másodkor 3320. éve. Ekkor Elendil, Gondor, Arnor és a Dunadánok királya fiaival együtt középföldére érkezett. Ered Nimrais, azaz a Fejér-hegység déli határában, Numenor emberei elhelyeztek egy hatalmas fekete követ. Erek köve egy különleges kő, ugyanis ezt sikerült megmenteniük Numenor bukásakor. Erek alapvetően egy domb vagy dombtető, aminek a tetejére rakták ezt az óriási követ, eztán lett a neve Erek köve. Az elhelyezés követően soha többé nem mozdították meg azt. A kő méretéről is érdemes beszélni, és ismét visszatérek Tolkien saját világára. A kő nem véletlenül nagy. Ez a szimbóluma annak, hogy mekkora is a súlya annak, amikor valaki a szavát adja. A kő közelében található az a bizonyos ajtó, ami a Fejér-hegységbe vezet, és a dúnföldi emberek nagy része itt élt. Itt kezdődik el az átkozott seregünk története. Gondor megalapítását követően a nagykirály Elendil fia Isildur Erek kövénél találkozóra hívta ezeket a hegyi embereket. Isildur azon fáradozott, hogy Gondor és ezek a hegyi emberek szövetségre lépjenek, amikor Sauron visszatér. A hegy királya, akinek nem ismerjük a nevét, ennél a hatalmas fekete kőnél esküdött meg arra, hogy amikor Gondort szorítja a szükség, azaz, ha Sauron visszatér, mellettük fognak harcolni. És ez az eskü volt az, ami egész életükben és még utána is kísértette őket. Sauron visszatért. Minas Ithil ostroma környékén Isildur visszatért Erek kövéhez, és a hegyi emberek segítségét kérte. Azonban az utolsó szövetség előtt, a sötét korban Sauron az emberek nagy részét megölte vagy megátkozta, és a hegyi emberek ekkor már úgy tekintettek rá, mint saját urukra. A Fehér-hegység emberei megtagadták az esküjüket Isildur és Gondor felé, ezért az eljövendő király megátkozta őket, hogy ne nyugodjanak addig, míg esküjüket be nem teljesítik. Mire elérkezünk az utolsó szövetséghez és a végzett hegyének csatájához, ezek az emberek sem a szövetséghez, sem pedig Sauronhoz nem csatlakoztak. Teltek az évek, és a hegyi emberek meghaltak. Arra lettek károsztatva, hogy a holtak ösvényén maradjanak, amíg Isildur örököse egyszer el nem jön, hogy az esküjüket számon kérje. A kísértet járt a hegylet eztán az otthonuk, kevésbé ismertebb nevén Dvimorburg. Itt még egy kicsit megállunk. Dvimorburgtól Dúnhargig tart a holtak ösvénye, ugye? Dúnhargnál mentek be a hegybe Aragornék. Viszont, az lehet, hogy a hegy mélyében az emberek meghaltak, de adódott egy apró probléma. Gondor 33. királya, Ernor párbajra indult nem mással, mint magával, a boszorkány királlyal. Minas Ithil bukását követően most már Minas Morgul kapuja előtt egy kis kísérettel várta az ellenfelét. Soha többé nem hallottak róla. A harmadkor 2050. évében Gondor királyainak sora megszakadt. És ezzel majdhogy nem 1000 éven keresztül a már alapból halott hegyi emberek számára nem volt kiút. Vártak. Ekkor jön be a képbe Aragorn, aki történetesen Isildur örököse. Viszont volt még egy probléma. Amíg Elrond úr nem döntött úgy, hogy Narsilt, a kettétört pengét újra nem kovácsoltatja, a holtak sem mozdulnak. Miután megszületett Anduril, a nyugat lángja, akkor volt kész minden arra, hogy a holtak esküje beteljesedjen. Kicsit megkésve ugyan, de mégis.
Szóval elérkezünk a jelenlegi eseményszálhoz, a holtak megjelennek, Aragorn emlékezteti őket az esküre, aztán végül úgy döntenek, hogy eleget kísértettek már. Elkezdődik a masírozásuk Minas Tirith felé. És akkor itt fontos megjegyeznem azt, hogy a film és a könyv eléggé eltérnek egymástól. Először is átmenjünk azon, hogy hogyan történt meg ez az egész történet a könyvben, majd megnézzük ugyanezt a filmben. Szóval, miután Aragorn megidézte a sereget és sikeresen elérte, hogy harcoljanak mellette, Erek kövénél elhagyják a hegyet. Elkezdődik a vágta Gondor földjén keresztül, átkelnek a Kiril folyón, majdan Lamedon pusztaságán. Tovább haladnak és elérik Lebennin tartományt, azon belül is Linhir városát. A várost éppen Umbar kalózok és a Haradi légiók ostromolják, azonban a holtak elég szép benyomást tettek itt és futottak, amerre láttak. Ekkor már 4 teljes napja lovagoltak. Az 5. napon érik el Pelargirt, Gondor egyik legnagyobb kikötővárosát, ahol az umbári kalózok flottájának nagy része éppen fosztogat és gyújtogat. Legolasz később így mesél erről. Halvány kiáltásokat hallottam, és homályos kürtök hangját, és a távolból a számtalan hang moraját. Olyan volt, mint egy rég elfeledett csata moraja a sötét korból, réges rég. A holtak serege először azokat a hajókat támadta meg, amelyek még mindig horgonyoztak, aztán átsétáltak a vízen, és célba vették azokat, amelyek már úton voltak ugye Minas Tirith felé. A kalózok félelmükben a vízbe ugrottak, nagy részük megfulladt, a maradék visszatért a földjére. Miután a Haradi légiókat és a kalózokat is legyőzték, Aragorn szavára a holtak visszatértek a partra. Mivel végre teljesítették az esküjüket, Aragorn szabadon engedte a sereget. A holtak királya előrelépett, ketté törte a lándzsáját, meghajolt a jövendő király előtt, és az elátkozott sereg végre nyugalomra lelt. Ezt követően az üres umbári hajókat megtöltötték minden hadrafogható emberrel. Több mint 1000 katona érkezett Gondor déli tartományaiból, 30 ranger, Hósza a szürke kompániából, illetve Aragorn egyik cimborája, Halbarad is csatlakozott hozzájuk, majd elindultak Minas Tirith felé a folyón. Szóval ez a filmben másképp történt. Ott megidézték a sereget, átkeltek a Fehérhegység felén, kijöttek egy barlang bejáratán már rögtön Pelargirnál, szétverték azt a néhány kalózhajót, majd a teljes holtsereget hajóra rakták és úgy indultak Minas Tirith felé. Mi ezzel a probléma? Lényegében, ha a film részét nézzük, nagyon jól meg lett csinálva, a gyűrűk ura fanok azonban kicsit kiakadtak rajta. És itt tennék fel egy kérdést nektek, amire kommentben várnám a válaszokat. Megmaradt-e nektek a csata végén az az érzés, hogy a nyugati emberek győztek a sötétség felett? Vagy inkább, jó-jó, de ha a holtak nem jönnek, akkor mi lett volna? Ugyanis, a legtöbben azért kritizálták a filmet, mivel elmondásuk szerint elvette az emberek nagy győzelmét a holtak serege, holott a könyvben már rég szabadon engedte őket Aragorn ekkor. Erről ti mit gondoltok? Nos tehát, ez lett volna az elátkozott sereg története. Mivel tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak vagytok rá, a filmben Peter Jackson elmondása szerint több mint 40 ezer halott katona csatlakozott Aragornhoz, tehát nagyjából 7-szer, ha nem 8-szor akkora sereg, mint amivel Théoden király érkezett. És akkor beszéljünk erről az egészről a valódi történelemben, ahogyan szoktunk. Nagyon sok mese és folklór íródott már kísértetekről, meg satöbbiről, azonban van 2, amiről szeretnék ezzel kapcsolatban mesélni. Halloween 13. éjszakája a Phantom hadsereg. Sok ember hallotta, amit rengeteg vadász vadászik. Nagyok és feketék voltak, undort keltőek. Tágra nyílt szemekkel, fekete lovakon nyargaltak. Az egész öltözzünkbe valami félelmetesnek dolog ugye arra alapul, hogy elijesszük a gonosz szellemeket Halloweenkor, legalábbis ez a hivatalosan megfogalmazott történet. Azonban vannak történetek egy bizonyos szellemhadseregről, amely az év téli hónapjaiban vonul át az égen vagy a földön. Egyesek szerint az egész csapat démonokból áll, mások az átkozott emberekről mesélnek, megint mások azokról, akik megkeresztelkedés nélkül haltak meg. A történet maga egy amolyan horror sztori, tehát kifejezetten a gyerekek ijesztésére szolgál. Egy másik történet szerint azonban, ami valóban kapcsolódik a gyűrűk urában lévő sereghez, volt egy ősi brit király. Úgy hívták Herla. Egyszer megjelent nála egy törpe király, aki segített ennek a királynak megszerezni a felesége kezét.
A lakodalmat követően a törpe azt kérte a segítségét cserébe, hogy egy évre rá a britek királya látogassa meg őt a várában. Herla megesküdött. Telt múlt az idő, eltelt egy év. A törpe király követei megérkeztek Herlához, hogy emlékeztessék a fogadalmára. El is indultak hát, nagy lakomát csaptak a törpe királynál, azonban a hazafelé vezető útra mindegyik lovag és maga Herla is kapott egy-egy vadászkutyát. A törpe azt mondta, hogy ne szálljanak le a nyerekből addig, amíg a kutyák le nem ugrottak a földre. Útközben találkoztak egy pásztorral, és a beszélgetésük vége az lett, hogy néhány lovag leugrott a nyerekből, hogy elkapja őt, viszont a kutyák előtt tették ezt. Amint megérintették a földet, porrá omlottak. Mivel soha egyetlen vadászkutya sem ugrott le a nyerekből, Herla és emberei, akit a közhiedelem Herlethingi néven ismer, az idők végezetéig vágtáznak éjjel és nappal. Úgy tartják, Herla élőhalott népe kíséri a vándorokat az útjukon. Több monda szól róluk még, miszerint egy folyót elérve egyszerűen eltűntek, egy csata során az égbe emelkedtek és ilyesmi. Mi a lényeg ennek? Herla megszegte a szavát, ezért az örökké valóságig vágtázik az embereivel és soha nem nyugodhat. Ezt úgy gondoltam mindenképpen elmesélem, mert az összes szellemhadsereg monda közül ez kapcsolódik a leginkább a gyűrűk urához. Szóval remélem tetszett nektek ez a videó, ha nem akkor tudod mit kell tenned, viszont ha tetszett, ne nekem köszönt, hanem a patronoknak, akik nagyban segítik a csatorna előrehaladását. Tehát a kérdésem továbbra is áll. Szerintetek a holtak serege elvette a győzelmet a nyugati emberektől Minas Tirithos csománál, vagy sem? Itt kifejezetten a filmre gondolok. Köszönöm a figyelmet, legyetek jók, sziasztok! It's not.